A Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ és Színház belső udvarában nyitotta meg kapuit a Magyar Gulág című utazókiállítás Máté Szalkán. A tárlatot a kényszermunkatáborok megnyitásának 70. évfordulójára állították össze. Bank Barbara történész azt mondta, elsősorban az ismeretterjesztés a célja a kiállításnak. A kiállítás célja egyrészt a fiataloknak egy képet nyújtson, egy tájékozódási lehetőséget nyújtson ezekről az évekről, úgyis mint 1945 és 56 közötti magyar történelemről, aminek van egy előzménye. Konkrétan az 50 és 53 közötti időszakról, a Rákosi diktatúra a legsötétebb részéről szól, és abból is az úgynevezett internálásokról és a kényszerlakhelyre hurcolásokról. Erről nem nagyon tudnak se a diákok, a felnőttek is gyérebben, és a cél az volt, hogy minden korosztályt, minden réteget megszólítsunk vele, ne legyen hosszú, mégis tájékozódást nyújtson, és ez egy egész komplexen felépített nem csak kutatás volt, hanem bemutatási rendszer is úgymond, hiszen nem csak kiállítás van, hanem kiállítási katalógus van. Van egy 15 perces rövid film, hogy minél jobban megértsék ezeket a fogalmakat és azt, ami történt akkor. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok nagyon kevés információval rendelkeznek erről a korszakról. A történelem órákon pedig nincs idő arra, hogy kellő mélységben megismerjék az 1944-től 56-ig terjedő időszakot. A kiállításon megtekinthető a Mi rendszerellenségei című rövidfilm is. Nincsen időre, mármint ugye ez egy 20. század, 45 utáni történelem, nem mindig van idő rá, hogy már átvegyék történelemórán, nem biztos, hogy van idő külön órákon is ezzel foglalkozni, és így elsikad, már pedig nagyon fontos, azt gondolom, hiszen a magyar társadalomnak a nagyon nagy része érintett ebben, még hogyha a diákok nem is tudják, hiszen nem lehetett róla beszélni a rendszerváltoztatásig. Utána is azért van, aki még ma is fél, tehát nem mindenki szólalt meg, nem mindenki mondta el, főképpen otthon se. Vannak olyan unokák, dédunokák, akik tőlünk tudják meg, hogy mi is történt a családjaikkal. A szervezők munkáját nehezítette, hogy az időszakról alig maradtak tárgyi emlékek, fényképek és dokumentumok, mivel azokat az 50-es években az Államvédelmi Hatóság munkatársai megsemmisítették, és a zárt munkatáborokban sem készülhetett fénykép. A kiállításon az elkészült film mellett levéltári dokumentumokat használtak, rövid összefoglalókkal, térképekkel, életképekkel mutatják meg az elveszett valóságot.